Na, elméletileg meg is vagyunk. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Köszi szépen mindenkinek, aki megvárta a szünet végét. Folytatjuk a ma estét a Near Replicant című játéknak a folytatásával. Ugye ott tartottunk benne, hogy hát nagyon brutális nagy küzdelemmel, de végig verekedtük magunkat az elveszett szentély nevű helyen, és ja, másodszor, azt meg kell jegyezni. És ott találtunk valamit, egy ilyen kő valamit, aminek öt része van, és abból mi egyet szedtünk össze. Kiderült, hogy abból még van négy másik, és hogy valószínűleg azt a követ össze kell pakolni, azt az öt darabot ahhoz, hogy az árnyak urát megtaláljuk, és hogy meg tudjuk menteni a kisugunkat ugye tőle. Szia, Vulagár, jó éjszakát, és köszönöm, hogy itt voltál. Ja, meg köszi a pontadást és a többit. Köszönöm, köszönöm. Hát lássuk, akkor mit tudunk ma kihozni a játékból. Oda néz! Oda néz! Hát micsoda brutális aratás történik itt. Wow! 9 darab gabona. Úgy látszik, hogy itt ez még nem érett be. De itt már akkor... Opp, ezt nem akarom diszkárdolni. Jó, ezeket learatjuk hirtelen. Most nem fogunk semmit ültetni a helyére. Amúgy sincsenek magvaim. De állítólag ebből a gabonából, mivel nagyon sok terem belőle, írdatlan pénzeket össze lehet hozni, főleg, hogyha 12-esével terem, ugye? És tegyük fel, hogy egyet eladsz 50 goldért, akkor egy darab ilyenből már van 600 aranyad. Nagyon menő. Meséltek, hogy vagytok, hogy bírjátok még ébren? 0 óra 23 perc van. Mi pedig most kezdjük a mókát és a kacagást ezzel a játékkal. Szerintem azért egy jó két órát szeretnék beletenni. Rizs is van nálam, az nem is gabona ráadásul, elnézést. Hát nem sűrűn látok rizs növényt, kertészként sem, azt kell, hogy mondjam. De ez nagyobb terméshozamot ér el. Micsoda? Tele van vele az inventory? El kell adni, hallod? Na ilyen még nem volt például, hogy adjál rizst ahhoz, hogy ki tud ezt lootolni. Hát tegyük meg, aztán menjünk tovább a főküldetések, mondanám, vagy ránézhetnénk arra is, hogy van-e olyan mellékküldetés, ami itt van a közelben. Minden esetre ennek a fickónak én szerintem már abban a pillanatban megpróbálok eladni annyi rizst, ami nálam van. Erre kíváncsi leszek, hogy hol találom meg. Úristen, nagyon-nagyon sok dolgot lootoltunk már szanaszét a világból mindenhonnan. Még Royal Fern, ami az elején hiányzik, abból is már 12 van. Spiritből 5, Moldavid 3, agyagból 22. Ha csak az agyagot eladnánk, akkor ez a 22 hozna nekünk 8800 aranyat. Hát nem vagyunk arany hiában, mármint hogy pénz hiában. Csak ugye eszközök formájában vannak nálunk, meg nyersanyagok formájában ezek a pénzek. Már itt van a rizs. 97 darabon van. Hát abban én eladok szerintem egy 70, nem tudom, egy 80-at. Úgyis veszünk 24.000 aranyat ér, 80 rizs. Wow. Mi a fene? És akkor, ha lenne egy kis eszem, akkor fognám, és felvásárolnám a rizsmag készletet. Ugye? Már itt van egyáltalán? Nem, de itt van gabona, és ebből van ám 15 darab. Jó, hát most nem akarok ültetni amúgy sem. De akkor a gabona is teljesen jó lesz. Sőt, egyébként könnyen lehet ám, hogy a gabonából is kellene eladnom, bocsánat, mert lehet, hogy azt sem fogjuk tudni kilootolni, amint az elkészül. Mert a seedling az itt van nálam, bocsánat, hogy ezzel a baromkodással kezdek. 66 darabban, és ez 250 aranyban megy darabja. Akkor ezért olyan mocskos drága az is. A rizs egy kicsit drágább egyébként ennél. Na jó, 35-öt eladunk bele, 8700-ért, van 82.000 aranyam, hát aranyból nem lesz hiány, innentől kezdve, hogy szerintem az ember foglalkozik egy picit a kertjével a játékban, az egyértelműen el fogja vinni egy olyan anyagi helyzetbe, ahol már a fegyverek, amiket lehet vásárolni, azok már nem lesznek problémák innentől kezdve. Érdekes, de hát... Mondjuk időt kell tenni bele, mert ugye ezt szándékosan úgy oldották meg, hogy az in-game idő az folyamatosan telik akkor is, amikor te nem játszol a játékkal. Tehát, hogyha nem fogsz belépni reggel, hogy megöntözd a növényeket, meg hogy esetleg learasd őket, akkor lehet, hogy este lépsz be, akkor már konkrétan le lesznek teljesen rongyolódva, és elszárad minden is.
Vagy tetszik a játék, hallod? Én le vagyok nyűgözve. Nagyon jól meg van csinálva ez a game. A története az így... azt a mindenségét. Totálisan marha jó. Csak azt kéne megnézni, hogy mi a következő. Élet a homokban? Pink Moonflower Seedet kellene valonnan szerezni. Igen, telik az idő, amikor offline vagy akkor is, pontosan. Ja, meg hát ugye mehetnénk még oda a izébe is, a Junk Heap-be. Ez micsoda? Éjszakon van valami shade, amivel meg kéne küzdeni, az nem messze van. Azt meg kell csinálni. Meg van szétszóródott kargó, azt nem tudjuk, hogy hol lehet vajon. Törött lencséből kéne 10 darab, meg titokzatos kapcsolóval 7 darab. Seafrontba leszállítani. Nem, térképet nem találtam még. Kincses térképet a kovácsnak. Azt mondjuk könnyen lehet, hogy az archívumban találnánk, ott, ahol ugye megtaláltuk a Emilnek a sztoriát és a hugát is. Titánium méloly kellene, meg egy kristály a királyi őrségnek, Fasszád városába. Hát na, az mondjuk még egy komoly sztori, mert ugye valamilyen ceremónia, valamilyen szertartási maszkot szeretnének gyártani a királynak. Ki tudja, hogy mire? Abból akármi is volt, azt nem tudunk többet felvenni. Mennyire kötődik a másik nírekhez? Úgy tudom, hogy a gestált az ugyanaz a sztori, csak egy paterral vagy benne, nem pedig a bátyjával, a kis csajnak, de ugyanaz is megegyezik, nem tudom. Az automata az pedig ehhez képest több mint 1000 évvel játszódik. Tehát összességében ugyanaz a világ és kapcsolódik meg minden, megállja a helyét. Én abban reménykedem, hogyha végigjátszom ezt a részt, akkor egy kicsit többet fogok majd tudni a világáról ennek a gémnek ahhoz, hogy az automatát játsszuk. És az automata pont egy olyan gém, ugye, hogy nem elég, hogy végigjátszod egyszer, ott több végigjátszási útvonal is van, és többször kell végigvinned a játékot különböző karakterek szemszögéből, ahhoz, hogy összeálljon a teljes kép, és kiderüljön a teljes igazság. Na most, mi eddig az automatában csak az A végigjátszást láttuk, ezért aztán mindenképpen szeretném újrajátszani majd ezután azt a játékot, és be is fejezni az összes sztori módját. Az egy kicsit hosszadalmas projekt lesz, úgy eléggé hosszadalmas. De biztos vagyok benne, hogy megéri. Tehát azok, akik szeretik az ilyen játékokat, azoknak ez most egy nagyon jó időtöltés lesz, aki viszont kevésbé, azok lehet, hogy egy kicsit szenvedni fognak amiatt, hogy ezzel játszunk. Szia Alberto, üdvözöllek! Szia Tice, ciao ciao mindenkinek, aki most érkezik. Állítólag itt van valami árny, ami bevetette magát ide a híthoz északra. De hová? Ahhoz a híthoz. Hát érdekes. Azt hiszem, hogy raktam a fegyverekre most armor törést a múltkor. Remélem, hogy... oh shit. Remélem, hogy nem csak szerettem volna, hanem esetleg tényleg raktam is fel. Mert ezek a páncélzott lények, hát ezeket... az mi? Ja, az Emil volt az új alakjában. Jó, de megijedtem, ha mondom, ott áll valami lény, hogy néz már ki, ott lebeg. Azt hittem hirtelen, hogy az az a szörnyeteg, amivel itt meg kéne küzdenem, de nem az. Ennek a résznek is több vége van, 5 darab, komolyan. De úgy, hogy végig kell játszani egymás után 5-ször, vagy pedig ahogy alakítod a sztorit, elérsz egyet. Mert az automatának ugye úgy volt, hogy tök mindegy mit csináltál, ott egy endinget értél el az elsőnek a végén, ha jól emlékszem. És akkor lehetett játszani tovább a B endingért, meg stb. Egy másik karakterrel. De itt nem hiszem, hogy más karaktert vinnének bele. 12%-os attack power-t vettünk fel. Az nagyon kis mocskos, amelyik innen tüzel amúgy, meg menekül a csapásaink elől. Nem is annyira jól van armorizálva, és nem hat rá a mágia. Hoppá, mit kapott. Próbáljunk itt felmászni, egy kis healinget gyűjtünk innen, de erősebbek a mobok már érezhetően, mint voltak, az fix. Itt felfele kell mennem.
Az első rész az hasonlóan itt sem igazi a PC sport, nem tudjátok? Figyelj, nekem problémám nincs vele. Olyannyira, hogy én bedugtam a PS4 kontrollert a gépbe, és tökéletesen fut. Egyetlen egy baj nem volt még vele. Úgyhogy szerintem én nem tudnék bármi rosszat mondani erre a játéknak a PC sportjára, de hallottam, hogy az automata az nem sikerült annyira jól annak idején. Állítólag a küldetés szerint a junkie-be kell jönnöm, úgyhogy hát akkor menjünk be ide. Hát, ha itt lesznek már a kovácsék, akiket nem találtunk meg a múltkor. És akkor tudnék fejleszteni a fegyverzetemen is. Man, there's gotta be tons of machinery here. Tonnányi gépezet van itt. Igen, de nem tudom, hogy hogy lehet őket használni, mondja a kovács testvér pár egyike. Nézd, ez teljesen újnak tűnik. Hey, vigyázz már, ez a hely veszélyes. Jól leszek. Oh, shit. Na, az baj. Vigyázz! Félre löki. És akkor azok most ott csapdába estek, ugye? Meg mi volt az a nagy lábú gép? Egymás után vissza kell tölteni a clear save file-t, de csak az utolsó endingnél leszel más karakterrel. Azt a mindenét! Köszi az infót. Jacob! Ez nem lehet igaz! Hát összezúzta a ková... Kitépte a karját. Ne! Úristen! Most jelen a harmadik endinget, nagyon jó, érdemes végigjátszani, végig is fogjuk, az biztos. Azért 44 euróért írdatlan content került a játékba. Írdatlan. Hogyha a mellékküldetéseken végig farmolod magad, hát lazán el leszel vele akár 150-200 órát szerintem. De talán többet is. És azért a mai triplá kategóriák ettől elmaradnak időben. Beszéljünk a tesókkal, tehát tudnak erről valamit. És csak ő van itt. Oh, hello. It's been a while. Már jó ideje nem találkoztunk. Akkor ez a múltban történt, és ő most már egyedül van, és nézd a karja. Mitől lett robot karja a gyereknek? Te vagy ez a kicsi, nem? Felnőttél. Hogy van a tesód? My brother's been dead for 4 years. 4 éve meghalt. Oh, elnézést a kérdés miatt. Minden rendben. Valamit kérdezem kell tőled. Mi lenne az? Hallottál itt a környéken valamilyen árnyról, bármilyen pletykát? Nem a kicsikről. Olyanra gondolok, ami szokatlanul nagy és hatalmas. Nem hallottam semmilyenről. De nem igazán hallgattam. Amit akarok, az csak annyi, hogy elpusztítsam a robotokat. Széttépni őket. Okay. Never mind then. Na mindegy, találkozunk később. Nehogy már itt hagyjuk. Várj, igen. Nemrég találtam egy fegyvert. Egy nagyon erőteljes, nagyon durva, hatalmas fegyvert. Szerintem te tudnád használni. Megkaptuk az Iron Will nevű kétkezes kardot. Hát ez a kard látott már jobb napokat. Ja, eléggé elhasznált. Van már a potenciál, de jelenleg eléggé erőtlen, tehát hogy nincs meg a hatalma. Meg tudod javítani? Bármit megtudok a megfelelő matériával. Okay, hát hogyha megjavítod, akkor elhozom neked a darabokat. Annyira örülök, hogy nem dobtam ki, mondja. Okay, memory alloy kell hozzá. Memória ötvözet. Csak a második pince szintjén vannak ilyen igazán nagy enemék, úgyhogy vigyázz magadra. Ja, és itt van a kód, hogy lejuthass oda. Használd a lifttel. Okay, értettem. Aj, és nem fogja felvenni... Dedre, fogja fejleszteni a fegyvereket, hál' Istennek! Na, azt nézzük meg, hogy a Phoenix Spear... És lehet, oda néz. Giant Egg-kel hozzá, meg arany. Milyen jó, hogy ilyen sok mindent összeszedtünk a kalandozásaink során. A 490-es mocskos nagy sebzést megtolja 576-ra. Wow! És hogyha lenne nálam sas tojás... akkor fel tudná tolni 679-re.
De akkor ez a fegyver, ez írdatlan damage-el rendelkezik. Ez sokkal jobb, mint bármi más, amit eddig használtunk. Mi a fene? Ezt a Beast Lordot is lehet, hogy fel kéne fejlesztenem. Fang of the Twins. Várjál, aha, igen, mert szerintem ennek van a legnagyobb. Vagy még esetleg, igen, a fejszét is fel lehetne. Nézzük meg ezt a Beast Lord nevű fegyvert. Ez egy szép darab, nagyon. Sőt, olyannyira, hogy ezt még tovább lehetne tolni, oda néz. Jó, hülye lennék nem így akarni ezt. Akkor most már a Beast Lord lett az elsődleges kétkezes kardunk. Ha lenne nálam egy Ember, amit nem tudom hol találhatnék, akkor már 715-re rúgna a damage, és a Phoenix Spear-ünk az jelenleg ugye ennél most kisebbet sebez majd. Jó. Tudok nálad venni valamit esetleg hozzá? Mert pénzem az van. Várj csak. Lencséből kellene nekem 10 darab, bár lehet, hogy most bemegyek, akkor lesz. Jó, tudod mit? Majd kifelé menet. Megnézzük. Már is hidratálok. Borostyán? Hát, hogyha az ember azt jelenti, akkor igen. Nézd csak azt a Beast Lordot. Ó, menj már. És akkor ennek van a legnagyobb damage-e. Azt hiszem, hogy a gépe ellen nem is feltétlen... Ó, menj már, ez mocskos jó. Á, ez túl király. És nagyon sokféle move-ja van amúgy. Kétféle ugrás, kétféle atak. Tetszik, nagyon menő. Lesz damage szarásig. El is mentjük az állást. Milyen jó, hogy mindent megőriztem, nem? Az eagle tojást, a sólyomnak a tojását, azt meg a izénél találjuk. Mert sas tojást, azt az izénél, az Airy-ben lehet találni. Hát menjünk, nézzük meg a liftet. Gallatin Warframe-ben nem ismerem azt a játékot, de lehet. Nagyon jól néz ki ez a fegyver. És ez már az automatában is benne volt, onnan emlékeztem rá. Várj, itt ezt nem használtam mi? Hát persze, hogy nem. Az alapbejáraton kell bemennünk. És itt most kell farmolni is, hogyha... Hopp, gyere vissza! Ott egy pockány, elnézést, a farkát lelopom. Gyerünk, let's go! Lehet van ilyen faljátékban, vagy inkább bokor? Ki tudja. It's a shame about the older lad. It was but a child. Milyen kár a másik kisnácért. Jó srác volt. Hát igen, az üzlet érdekében bejöttek erre a nagyon veszélyes helyre, és hát ugye meglett a... Sajna a hozománya. Állj! Erre a lift van, ugye? A másik irányból kéne némi titániumot kifarmolni, ez gyorsan, amíg még itt vagyunk, megtesszük. Elnézést, utána pedig megyünk tovább. Végigverjük a szörnyeket, vagy a robotokat egyszer, aztán let's go. Megyünk a basement második szintjére, ahol még nem jártunk előzőleg. Az nem tudom pontosan, hogy hová fog elvinni minket, de... Oda nézd, mi damage! Menj már! Na jó, de szétver minden. Azt a jó isten! Na jó, hát itt nincs ellenfél így. És erre van, a baloldali irányban mindenféle repülős lény, ugye? Yep. Broken Battery, meg ilyeneket szedünk össze, ezek fontosak lesznek majd később. Leszakított kábel, ez mi volt? Ja, valamelyik segéd karakternek a támadása. Na, innen jöttek ki még sokan. Yep. Szevasz Norbs, mi a helyzet? Hogy vagy? Remélem, hogy minden szuper veled. Gépolaj, kábel. Titániumot adjatok már, Flash. Abból nagyon kéne. De ilyen jó, hogy ilyen sokan vannak tényleg. Törött motor, kábel, minden. Ott van még néhány tárgy, ami elmaradt. Semmilyen lootot nem hagyhatunk eltűnni. Broken battery, severed cable. Hoppá, level 22! Meglepő fordulat. Jó, ennyit tudtunk itt összeszedni, úgyhogy mehetünk le akkor a második szintre. Ez nem lift fele megy. Let's go! Rossz ajtó.
Egyébként rohadt élvezetes már ekkora fegyverekkel küzdeni. Azért az elején a kiskardoknak megvolt a maga gyengedemítse, és ott elég sokat szívtunk is így hard módban, de azért itt már... Hát azért itt is megküzdünk mindennel, persze vannak rohadt negyenemik, de így már van egy csomó fejlesztésünk is ezekre a fegyverekre, amikkel például meg tudjuk kicsit mahinálni, vagy variálni az armor, tehát a páncélátütés képességét, a védekezést átütni, meg ilyenek. Ja, hát ezzel akkor a krumpit halmozol. De a játék vége fele? Vagy játéknak, vagy hol tartunk? Nem, ez szerintem a második fele inkább, de nem tudnám megmondani. Itt állítólag van olyan, aki már végigjátszotta. Ki is mondta? Aknológia 78 mondta, hogy végigjátszotta már. Szerinted, amikor itt tartunk, hogy a 4 darab fragmentet össze kell még gyűjteni, az elveszett szentély második útja után, akkor úgy nagyjából hány százaléknál járhatunk? Azt lőtt szét? Megvan. Megvan. Az megvan. Az is megvan. Törött lencsék, jól jön. Gyönyörű. Hát ez mi? Erre miért van szükségem? Az fura, hogy olyat fel tudtam venni. De nézd, az ráment. Te kis nyomi volt. Meg is kapta abban a pillanatban. Törött kar. Törött antenna. És vannak bombák. De nem, várjál. Úristen, ez a hely hatalmas nagy. Ez, az be lehet törni a bombával, nézzük. Felé. Kapok másikat? Lehet, hogy a másikkal próbál... Várja, eltűnt. Inkább ezzel nézzük. Megvan, megvan, megvan. Tehát akkor most már balra is mehetek. Ezek a területek, amik itt vannak lent, ez lehet, hogy egy farmhely kinyitása volt? Lehet, hogy rengeteg enemit raknak ide majd be. Szép munka. Önmagában törött antennával nem megyek sokra amúgy. Nem, egyőre ez itt semmi. Hajlított acél lemez. Nem baj, azok is kelni fognak még mindenképpen, tuti vagyok benne. Azt szarolt mindenit. Ekkora bullet hell megy. Nem volt más, amit lootolt? Mi? Oda felrepült a... Oké, a kábel. Ezt gondolom vinnem kell magammal, bár még nem látom, hogy hová. De majd kiderül az is. Ez egy szoba, aha, ahol középen egy ágyú feljött. Figyeljünk magunkra. Utolsó. Feljött még egy bomba, de miért? Miért kapunk ennyi bombát? Mindegyiknek a helyén feljön egy bomba. De nem kell egy darab sem. Itt legalábbis nem úgy tűnik, hogy kell egy is akár. Vagy lehet, hogy ennek az a tulajdonsága, ha széttéped, akkor utána feljön egy bomba a helyén. Alapból. Ez könnyen lehet. Majd arra lesz a kíváncsi a végén, melyik fegyverbe tudunk ugye a nálunk lévő fejlesztések vagy alapanyagok alapján a legnagyobb fejlettségi szintet felpakolni, és melyik lesz úgy a végén a legerősebb fegyverünk, aminek ráadásul még olyan movesetje is van, ami a legmegfelelőbb számomra. Az eltalált kicsit. Azt a mindenit. Jó, az megcsicskított ott a végén, semmi baj. Szóval ment el? Hol van a cucc, amit fel kéne vennem? Ja, itt. Jó, ez egy nagyon jó farmhely, amúgy. De nagyon sok minden van itt ezen a térfélen, ezeket mindenképp szedjük össze. Törött elemek, törött antennák, törött kar. Let's go tovább.
Nem jó, mert neki sokkal távolabbra ver az elektromos támadása, mint az enyém. Na itt talán megvan, aha. És kiérünk egy szobába, ahol a szokásos menet? Aha, igen. El kell verni néhány ilyen arcot. Hú, nem baj, hogy végigcsináljuk ezt, mert azért egyrészt fejlődünk, másrészt a cuccokat, amiket később drága pénzért kellene megvenni, azokat itt most ingyen kifarmolhatjuk ugye már. Annak ellenére is, hogy nem feltétlen farmolni jöttem ide be, hanem most csak egy ilyen mellékes tevékenység akart volna lenni. Most nagyon jól működik. Megvan. Még mindig jönnek. Wow, megy már! Tehát akkor csak nyomogatnom kell négyzetet? Nem, hanem a heavy attack után kell a négyzetet nyomogatni. Várjál, még egyszer, hogy csináltam a kombót? Heavy attack, sima attack. Nem. Heavy attack. Hoppá. Heavy attack. Vársz egy kicsit, heavy attackolsz. Jó, oké, a türelem. Egyébként hihetetlen, hogy milyen szerteágazó kombórendszere van a játéknak, amit gyakorlatilag magadtól fedezhetsz fel, azzal, hogy hogyan kombinálod a kis meg a nagy ütéseket, meg hagysz-e közt a szünetet, meg ugrassz-e, vagy dashből indítod a támadást. Zseniális. Le a kalappal a készítők előtt, minden szinten. Lehet, hogy hülyén csinálom most, hogy megtisztítom itt az utat. Ott az Ember, amire szükségünk van. Kettő is jött. Leestem egy lyukba? Elnézést. Nem láttam, hogy ott lyuk van. Pedig a gőzzel felhívták rá, figyel. Hopp! A csicska robot is benézte. Kis buta. Titánium van benne. Menj már. Nagyon jó. Ezeket meg össze-vissza lehetne tologatni, de miért? Rohadt jó itt a zene is. Ezen a részen kifejezetten chill, miközben a robotokat farmolod szanaszéjjel. Törött antenna, nem tudom, hogy ezeket hova kell letolni. Vagy azért betoltad a lyukba, hogy ne menj bele? Vagy csak amolyan itt hagyott elemeknek tűnnek ezek inkább. Ki tudja, hogy mit csináltak ezen a katonai telepen, mert ugye az elméletileg régen az volt ugye már. Szünetet hagyunk. Nem jó. Addigra meghal, mire rájövök, hogy csinálom. Ó, Istenem! Jó, ezt megérdemeltem, nagyon buta voltam. Ott maradtak a tárgyak, megvárnak minket, hál' Istennek, oké. A titokzatos kapcsoló is benne van. Ezen a helyen nagyon-nagyon sok cuccot lehet kifarmolni. Nagyon jó. Fluorid, hallod? Az egyik legdrágább érc ever. Ide hogy raksz be egy bombát? Tehát ennek fel kéne jönnie? Bombával lehet azt csak kirobbantani onnan. De innen elcipelni oda. Ez egy nagy terem, az baj. Ez jelenteni fog valami tutina. Megjelennek a robotok, hogy szétcsicskítsanak. Titokzatos kapcsolóval. Az nagyon jó támadás volt. Oké. Tovább nézzük. Gyönyörű. Oké. Nagyon szépen küzdünk. Ki fog még itt kijönni? Titánium van benne! Azt a mindenit! Nagyon megéri ide lejönni és szétfarmolni magad. Itt a legértékesebb fegyver... és küldetés tárgyak, legértékesebb fegyver... fejlesztő anyagok vannak. Mi következik? Mi ez a boss zene? Boss, oké. Furán néz ki.
De elviszi a Magic lazán. Azt a mindenit. Oké. Okay. Jó, hát abnormálisat verek bele. És nem lehet közel menni hozzá. Beállt egy pocsolyába, ami sebez. Azt a mindenit. Vége. Mit kapunk belőle? Titánium jött. És ott van az emlékötvezet. Wow. Az emlékötvezet, amire szükség van annak a fegyvernek a felfejlesztéséhez. És most jött meg a bombás rész. Így fogjuk tudni kinyitni majd az ajtót. Ez nagyon menő, mindjárt feljön, és akkor csak annyi a dolgom, hogy elcipelem odáig, ugye? Lássuk, meg tudom ezt csinálni. Egy, kettő, három, most. Megvan. Egy újabb terület kinyitása következik. Nagyon jó. És itt megyünk vissza kifele. Aha, de ide is kell dobnom bombát ahhoz, hogy jó legyen a móka. Bezáródott. Baj! Az úgy nem jó. Nem lehet itt hagyni a többieket, hogy ne záródjon be az ajtó. Ebben a távban még nem záródik be. Ha ide jövök, akkor itt már igen? Nem, még nem. Ott már igen. Kettő, három. Le akartam volna tenni a karakter, nem jó? Most jó lesz. Ez az. Oké, meg vagyunk. Kinyitottuk akkor az irányokat. És mehetünk visszafele az eredeti irány felé. Szerintem még egy titánium ötvezet, meg memória ötvezet lesz majd itt valahol. Eldugva, ami csak ránk vár. Úgy látszik, hogy itt már jártam bent. Itt jobbra fele van a lift, úgyhogy balra megyünk, erre még nem járhattunk. Egy újabb farmoló helyiség. Nek hittem, aztán kiderült, hogy kocsival megyünk tovább, ez igen. Marha jó, imádom a gémet, komolyan. Lenyűgöz, imádok vele játszani. Nem gondoltam volna, hogy egy ilyen japán sztori majd ilyen szinteken be fog vonzani, de fú, nagyon durván. Nagyon megszerettem. Ezek a japánok értenek a történetíráshoz. Sidequestet, amikor a nagyhajóba kell bemenni, megcsináltad már? Volt egy partra vetett nagyhajó, azt tegnap találtuk meg, és nem, még nem tudtunk bemenni. De sejtem, hogy be lehet menni, csak még nem sikerült megtalálni a bejáratát. Miért oda balra lő mindig? Azért, mert ott van valami robot. Lövöldözünk oda? Ezek egész könnyen megcsicskulnak már. Yep. Szép lassan. Kár, hogy itt lootot nem lehet szerezni. Onnan kijön valami? Aha, igen. Sietetünk akár. Ezek most gyorsan megvannak. Lassítás, gyorsítás. Eddig minden szuper. És eléggé nagy lett a Magic Power ahhoz, hogy ezeket már könnyen szét tudjuk verni. Eleinte még szenvedgettünk itt egy picit, de most már abszolút nincs gond ezzel, és bármikor röhögve végigmegyünk, akár sebződés nélkül is. Azt sajnálom, hogy bár megcsináljuk ezt a helyet, mégsem kapunk lootot belőle. Pedig itt aztán jöhetne minden is, nem? Az baj, hogyha eltalál, oké. Okay. Várjál, várjál, lassítsunk. Az jó, eltalált mégiscsak. Na jó, hát röhögve megyünk végig, ugye ezt mondtam. Figyelj! Vice, segíts már magadon egy picit. Ez az az, igen, 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 igen. Jó, jó volt. Hát remélem azért az XP-t legalább kiszedem belőle. Mehetünk. Maradt még healing is bőven, let's go tovább. Átértünk a kocsis helyszínen, és az utolsó részhez vezettek le minket ezzel.
ahová egyébként ide be se tudok menni. Várjál, de ide be lehet, nem? Máskülönben miért vezettek volna ide? Ez egy teljesen új helyszín. Töltőképernyő és minden más. Valakinek kell vinni memória ötvezetet, azt tudom. Ez úgy néz ki, mint egy boss aréna. Megint egy olyan robot jön. Hál' Istennek, ezt könnyen verjük. Az keményen bemar. Maradjunk a távoli lövéseknél. Lokkoltuk a kamerát véletlen. Oké, megvan. Ugrás. Egy támadás. Ugrás. Ó, ki kellett jönni. Wow, hogy ennek ilyenje is lenne. Hogyha nem lennénk már ilyen rohadtul erősek. Megérte szétfarmolni a mellékküldetéseket amúgy nagyon is. Titánium Eloy következik, nagyon jó. Kaptunk-e belőle memóriát? Az nem volt sikeres. Megoldjuk. Az ott az egyik kedvenc részem, kíváncsi leszek, mit szólsz. Kíváncsian várom, hogy milyen lesz. Amikor lesz egy olyan kérdés, hogy mit csinálj, akkor beszélj paparával, csak úgy tudod aktiválni, jó? Köszönöm, de többet ne mesélj el, Léci, mert hadd jöjjek majd rá magamtól. De köszönöm, hogy figyelmeztettél rá, hogy ott az úgy kell. Mi azért eközben, hát mint láthatod, azért indie játékokkal is játszunk itt szombatonként, meg van egy Horizon Zero Dawn, amiben már 15 részt belepakoltunk, tehát azért azt is már rendesen, az is egy open world játék, és azt is rendesen végigjátszuk, ugye ki 100%-oljuk kb. Ez kivezet innen mélybe, nem erre megyünk. Úgyhogy azért nem minden este ez van, de 2-3 esténként előkerül ez a játék. Jaj, de gyönyörű volt, és a titániumot kiszedtük belőle. És ebből is. Menj már! Hoppá, az ott a lábam alatt nyílt fel. Nem is egyfajta bossnak nevezném, ez szerintem csak egy kicsit erősebb ilyen robot, amivel ott találkoztunk. De nagyon jól jönnek a nyersanyagok, hál' Istennek. Ezek ismeretlen területek? A Junk Heap Basement 2-be vezetnek el. Aha, de ez le van zárva itt, és innen nem mehetünk be. Oké, ez egy farm terület volt. Hát rendesen kinyílt előttünk a katonai bázis. És szerintem innen jöttem be? Akkor ez a folyosó, hogyha lemész az aljára, akkor hová vezet? Nézzük. Erre lefele. Oda kellene egy robbantás. Honnan szer... ide is? Akkor ezt a helyet még egyelőre. Nem, itt lesz bent szerintem. Egy ember van benne. Hát egyébként hihetetlen, de ennek a karnak felrakjuk a sebzését szerintem 750-re. És akkor azután már kardot nem nagyon kell váltani. Mi lesz ide bent? Kis nézetváltás. Ne felejtsünk el targetelni, az mondjuk nem hülyeség lenne. Megvolt. Hátra löktek, semmi baj. Gyönyörű. Jaj, de szép! Targeteljünk. Fenn vagyunk ennek a tetején most. Leugrunk, kicsit sebzünk. Elég sokan vannak itt benne, nem? Jó. Nagyon jó. Nagyon más kezelést igényel, hogyha felülnézetből játszol egy játékot, mert nem látod feltétlenül, hogy most átugrassz-e valamit. De marha jó iteráció, és nagyon okosan van ez is megoldva a gameben. A titokzatos kapcsoló is megvan. Egy kicsit felrobbantunk, semmi baj. Mehetünk vissza szerintem. Ennyi volt, oké.
újabb random farm, tehát innen szerzünk majd bombát, jól látom, igen. És ezzel tudunk bemenni az, oda az aljára. Gyönyörű. Sebzéssel már nincs gondom, azt látom. Azt kellene megoldani, hogy... Még nem mehetek ki. Még nem, még itt van egy. Kinyílik az ajtó. És hiába kapok... Nem, ezt itt meg tudom oldani. Nézzük. Meddig tudom elcipelni? Kettő. Nem jó, mert kezembe robban fel. Ez messze van, ez lehet, hogy innen kellene. Ha elmegyünk a végére, visszafelé megint tuti megtámad itt minden. Yep, tutira ez van, igen. Ugyanolyan helyen kell átlendülni. Ha, az például magasabb volt, nem láttuk. Megvan. Jönnek fel a kis bombák, nagyon jó. Jó, hogy elég szenvedünk el sebzést, pedig hardon játszunk. Itt is ki fog jönni, igen, négy darab ráadásul. Gyönyörű. Jaj, de szép. Robot érkezik. Nem jó helyre célzok, az a baj. Hoppá, elnézést. Tehát ha ezt itt most felvenném, és kipróbálnám hurcibálni, akkor csak oda kéne eldobnom. Aha, az a tökéletes. És így már mehetünk még lentebb, abba a nagy terembe, ahol remélhetőleg írdatlan boss vár ránk, vagy a folytatása ennek a résznek, ami azt jelenteni, hogy megtalálhatnánk ezt a stone tabletet, ugye, amire szükség van. Wow. Oké, eddig mocskos jó minden. Szerintem ezzel a területen így már meg is vagyunk. Mi van az utolsó szobában? Final Fantasy-ból tervezel végigjátszásokat? A reméket mindenképpen. A többit nem tudom, hogy elkezdjük-e, vagy ezt hogy csináljuk. Sziasztok, Steelhammerék! Köszönöm, hogy itt voltatok. Jó éjszakát nektek! Köszönöm szépen, hogy ma is nálunk töltöttétek az időt. Már egy kameralok van. Így, ez az. Ez így könnyű lesz. Lehet, hogy úgy találták ezt ki, hogy nehéz legyen, de közben... Mi vagyunk túl fejlettek már a szinthez képest? Lehet, hogy hamarabb eljöttünk ide. Jóval hamarabb eljöttünk volna ide, gondolom. Azt a mindenit. És nyomtam egy random level up-ot. Ez igen! Ott van az emlék, Aloy. És ott van még egy robot, ugye? Igen, jól látom. Mehet, kezdhetjük. Most már nem szarra gurítanak, hogy behívnák ide a... ...izé csicska robotokat is. Kezd nehezedni a fight, de még azért mindig bírjuk. Hát már minden honnan özönlenek ránk a robotok konkrétan. Így, hogy lassan lemegy. Így viszont mindenképpen... ...teret kapunk ahhoz, hogy... Várjál! Ez az, megvan. Broken battery. És még egy titánium. És ez mi? Ott valamilyen loot eltűnt, ezért kell gyorsan lootolni. Jó! Ezzel a részsel is megvolnánk. Szia Tasty Pimple, köszönöm, hogy itt voltál, jó pihenést kívánok! Most nézem az a fehérhajú lányzó, nem kövéder, mert kihagytam egy streamet. Kihagytál egyet, igen, mert a következő streamben Emil, a kisfiú, aki kövédermesztette, az most ő lett, nézd csak. Ő az.
Kiderült, Emil háza alatt egy kutatólaboratórium volt, amit azzal a hatalmas nagy villával, vagy nem is tudom mivel próbáltak volna elrejteni, és lent az archívumokban, meg laboratóriumokban különböző nyomokat találtunk arra, hogy valamilyen 6-os számú projekten, meg 7-es számú projekten dolgoztak itt az emberek. És képzeld el, most nem tudom, hogy ezzel hova megyek, hogyha erre megyek. Valószínűleg bal oldalon jöttem be, ugye? Nem, a mélységbe kell lemenni. Képzeld el, hogy kiderült, hogy a kistesójával volt egy húga. A húga volt a 6-os számú projekt, Emil volt a 7-es számú. És a 6-os számú az egy tökéletes fegyver volt, de nem tudták irányítani. De gyakorlatilag egy fegyverfejlesztő laboratórium volt lent, és egy gyerek testébe zárták azt be. És képes volt a kis csaj arra, hogy mindenféle mágiát lenullázzon. És Emil tudta, hogy valamit tennie kell, hogy eltanulja a húgától ezt a fajta mágiát, hogy a kővé dermesztett Kainét fel tudja valahogy olvasztani a kőből. És amikor megérkeztünk a helyszínre, akkor meg kellett küzdeni vele a húgával, aki egy ilyen hatalmas robot képében volt a falhoz szögelve. És beszippantotta Emilt, aki még gyerekformában volt, és onnan kellett kivertesnünk, de csak mágiát használtunk, mert a fegyvereknek meg volt az esélye, hogy esetleg megsértik a gyermeket. És amikor kiszedtük belőle, akkor már teljesen át volt alakulva, így már visszakapta a látását, és képessé vált ilyen nagyon komoly mágia használatra. Ő Emil, a vak kisfiú mellettünk. Nagyon sajnálja, nagyon szégyelli, ahogy kinéz, de Kainé ugye sokat mondta neki, hogy ne törődjön azzal, hogy akár vak, ne törődjön semmi ilyesmivel, próbálja ezeket inkább ajándékként felfogni és képességként. És hát úgy tűnik, hogy azért jól működött. Tehát hallgatott a szavaira, nagyon szereti Kainét. Amikor visszaértünk onnan, akkor a falubéliek nagyon elkezdtek félni tőlük, és nem engedték, hogy bent aludjanak, emiatt a karakterünk nagyon csúnyán kiakadt a falubeliekre, hogy merészelik ezt azok után, hogy megmentettük őket meg minden, hogy nem engedik, hogy bent aludjanak, de hát a falubeliek meg félnek tőlük, ugye vár, és azt hiszem, hogy nagyjából itt tartottunk. Itt most kimegyünk, ennyi volt. Akkor nem találtam meg, amit meg kellett volna találnom. Ja, semmi, csak annyi, hogy ki voltunk akadva, aztán szépen lassan majd talán visszaengedik őket is. Srácok, van egy kis gáz. Méghozzá az, hogy lehet, hogy ott fent lenne még egy csatatér. Vagy most ott vagyok ugyanazon a helyszínen, csak lentebb, ahol már voltunk egyszer. Félek, hogy itt most kimegyünk, és nem szedtük össze azt a tárgyat, amit össze kellett volna first floor-ra felmenni. Hát felmehetünk, de itt kellett volna valamit találnunk. Az oké, hogy a memória ötvözet megvan, meg az Amber a fejlesztéshez, meg az új karthoz. Van egy mentési pont, itt van egy nagy lyuk, ahova be lehet esni. És most itt mi lesz? Ez mi? Megtaláltuk a szörny átok nevű lándzsát. Mi a fene? 247, de mit lesz amúgy? Úristen! De rohadt menő! De nem ezt használjuk, hiszen a Phoenix Spear az fel van már fejlesztve csúnyán. Meg a benne lévő cuccok, meg minden. Várjál, a Beastmane-ben, vagy a Beastlord-ben raktam rúnákat? Nézzük már meg. Beast Curse, erre is fel lehet rakni a legerősebb dolgokat. Attack Power 15%, XP rate 15%. A 15% XP az rendesen meg... Nem raktunk a Beast Lord-a semmilyen effektet? Na menj már! Hát akkor ezt tovább lehet még tápolni.
De lehet, hogy az XP helyett valami más kellene felrakni. Úristen, én azt hittem, hogy amiatt léptünk szintet, mert hogy azt feltoltuk egy kicsit. Confuse, Weekend, Drain, MP, Drain, HP, Poison, Paralyze, csomóféle effektet lehet rárakni, de az XP rátát toljuk tovább. Hát ide én szerintem be fogok esni most. Mentek egyet. Nincs semmink, úgyhogy... Aha, igen, boss aréna. Gondoltam, hogy ez lesz. Csak erre mehetünk tovább. De itt már küzdöttünk. Emlékeztek rám, amikor először jöttünk ide be. Yep. És a felszínre tudunk itt kimenni. Hát akkor ennyi volt. Egy új fegyvert találtunk, felvettük a küldetés cuccokat, amiket fel lehetett menni. Mindenünk megvan, hogy befejezzük azokat a küldetéseket, amik a Junk Heap-be szóltak, kivéve a legfontosabbat, ahol is nem tudtuk meg, hogy a, hová van elrejtve az utolsó, hát nem utolsó, hát a tablet, a, hopp, egy egér. Mindent összeszedünk, az egereket is. Hol volt az eldugva? Az a tablet, amivel majd a fő küldetést kellene folytatni, ugye? Menteni most mentettem. Behozzuk a gyereknek az utcokat. That's some pretty impressive stuff you found. Eléggé szép dolgokat találtál, mondja. Azonnal elkezdem felfejleszteni a fegyveredet, és mivel tettél nekem egy szívességet, nem kérek érte semmit cserébe. Hát, tulajdonképpen egy kicsit több idő kell hozzá, mint gondoltam volna. Nem kell, hogy itt várj. Majd küldök egy levelet, amint elkészül. Az nagyszerű lesz, köszönöm. Amúgy, mit tehetek? Megerősíthetnéd a Beast Lordomat, ugye? Fú, basszus. És tényleg készen állunk a fejlesztésre, hallod? 715, meg 15% extra. Magic Power 50%. Ez brutális. Hármas szintre pakoljuk fel a fegyvert. Van még több szintje? Vagy négyes szintre pakolta fel? Szerintem le is jött. Szerintem tovább nem lehet fejleszteni. A Beast Bane eltűnt a listáról, ugye? Nem. Várjál. Nem a Beast Bane. Várjál. Mi volt a neve a fegyveremnek? Álljunk meg. Come back soon. Szevasz, Ninja Sword, mi a helyzet? Hogy vagy? Beast Lord volt a neve, akkor ez esett ki. Ez lehet, hogy maximális szinten van, lehet, hogy a négyes szint a legfejlettebb fegyverszint. Vennem kellene tőled törött lencséből 7 darabot. Így is marad mindenből rengeteg nálam. Iron Ore-ból kérek szépen 6-ot, 4-et. Azt hiszem, abból 10-et vinni kellett valakinek, nem? Lehet, hogy faszádba, tényleg, igen. Jó, 66 ezrünk maradt. Oké, eddig minden szuper. Dented Metal Boardból. Én szerintem eladok egy néhányat, mert túl sok van nálunk, ez rengeteg. Rizsért 300-at fizetne, Dented Metal Boardot keressünk. Ott van. 81 darab van nálam. Nyugodtan kimehet belőle egy, nem tudom, 50 akár. 2500 goldot visszaszereztünk ezzel. A Strip Bolt is ilyen. Hát egy 10-et abból is eladunk. Oké, mehetünk tovább. Tudnál még fejleszteni valamit? Várjál. Vagy egyáltalán van szükségem bármilyen fejlesztésre? A Beast Curse. Azt vettük fel, azt a Spear-t, ugye? 284-re raknál damage-ét, Magic Power extra. A Phoenix Spearhez kellene arany, orr, meg eagle egg. Jó, az aranyakat, azokat majd össze kell kukázni mindenhonnan. Egyőre megvagyunk a fejlesztésekkel is a... Úgy tűnik, hogy van egy kis időnk. Mi legyen a következő? Menjünk a mítoszok erdejébe? Menjünk beszéljünk Popolával. Bár találtam valami információt az Árnyék úrról. Menjünk el a faluba. Oké. Tervezek kipróbálni ma 2:00-45 perc múlva a Resi Village demót, meghagyod az élmény teljes megjelenéskor. Azért írtam hátra, szeretem kipróbálni demókat. Nem fogom kipróbálni, mert a hetedik résznek a végigjátszása éppen zajlik, és miért spoilerezném el előre? Hülyeség lenne.
úgyis már megvettem előrendelőibe, tehát amikor kijön, játszani fogunk valószínűleg vele majd, amint a héttel végzünk. Nem szeretném elrontani az élményt. Maguknak az emberek úgyis lespoilerezik eléggé. Én szeretem úgy bemutatni a játékokat, hogy teljesen szűzen állok hozzá. Hát teljesen sajnos már nem tudok, de értitek a lényeget. Eléggé heavy ez a fegyver. Nehéz használni. De ha az ember egyszer megsuhintja, akkor az a sebzés, amihez hozzászoktunk, ez a 400-as, ez a 15%, 715, meg 15%, ez felmegy akár 800-ra is nyugodtan. És abban a pillanatban veri széllyel ezeket a kis kulákat, akik eddig nehezek voltak, de így már nem annyira az. Kitéregetünk előlük, és nagyon látszik az óriási damage, nagyon látszik rajta. Amúgy le is jöhetnénk erről a létráról. Hoppá! Egyébként, hogyha még jobban megtápoltuk volna az armor piercinget, akkor szerintem még nagyobb lenne ezekre a damage, amik hiába vannak armorban ezek a kis mocskok, nem tudnának túl sokat csinálni ellenünk, mert levernénk a pajzsdarabokat róluk. Érdekes, hogy a Magicnél milyen szinten lett erősebb a fegyver. Megvan. PS4-en vagy PC-n fogom játszani. Azt nem tudom, hogy ez a lény, amit mondtak, hogy itt van egy árny valahol a hídnál, az hova lett vajon? Merre van? Állítólag nem mindig lehet látni. De nincsen igazából ilyen éjszakai napszaka játékban, szóval nem is tudom, hogy mire gondoljak. Azt mondták, hogy az északi részen a hídnál van. És nagyon kell pisilnem, úgyhogy mindjárt felállok és elmegyek. Állítólag a hídnál kellene lennie egy lénynek. Van valami tárgy eldobálva. Nem hagyom itt. Annyira menő Emil, ahogy így lebeg. Meg mindenféle spellel támogat. Néha heal-el is rajtunk egy picit. Ha nagy szarba kerülünk, akkor ő ezek érekel hangos. Oppá, hangosan. Nem arra. Nézzünk ide le, itt nem látunk valami ellent? Nem. Egy tárgy mondjuk van ott hagyva. Elveszek mindent, mert ki tudja, hogy mikor lesz szükségem rá. Úgy hol találhatnánk meg azt a giant shade-et, ami itt van az északi síkságokon? Ja? Soha nem láttunk még ekkora shade-et, ami ilyen nagy lenne itt a környéken. Óvatosan, ez egy nagyon kemény ellenfél. Jó. Előbb a kicsiket írtjuk le. Jó lesz, semmi baj. Teljesen be van armorizálva. Az nagyon durvát vert rajtam. Atya úristen. Jó sok feelinget kaptunk, hál' Istennek. A Magic nem igazán viszi le a HP-ját. Akkor verjük szét a piciket előbb, jó? Hát kicsiket, tehát ezek is nagyok, csak azt a mocskos mindenség. Ezek is nagyok, de azért bírhatunk velük. Ez igen durva azért. Főleg, hogy nem látjuk a lövedékektől a gyorsabb lövedékeket. Na jó. 60% healing visszatöltés. Vajon lesz olyan, hogy megállnak az addok? Hogy egyből a kicsikre kell, vagy a nagyokra kellene rá menni? Futis, furi, gyerünk. Jó lesz. Szét kell, hogy verjem. Amíg nem tudnak támadni ránk. Azt a mindenit. Nem gáz, megoldjuk valahogy. Recovery Potion, az full HP töltés, ha jól emlékszem. Jó, megvannak a kicsik. Hát csak ezzel tudom bántani. Csak a kard. 715-ös damage az, ami... Azt a mindenit. Az, ami kisegít minket a bajból. Segít Emil is egy kis healinggel, hál' Istennek. Giant Shade.
Hát ez mocskos kemény. Hát gyerekek, hát én elmegyek pisilni. Ezt mire végigverjük, addigra beugyazok. Bocsánat. Egy pillanat. Mekkora enemy? Ekkorát még nem is láttunk. Úgy mondom, hogy HP csíkban, hogy 715 meg 15% extra damage-el nem tudunk ráverni. Lehet, hogy felrakjuk inkább a damage helyett az armor törést. Ja, na. Én sem nyomtam egy demo chat, nem akarok lelőni semmi fejtörőt, puzzle, stb. Megértem. Remélem nem lesz az egy-két nap múlva, hogyha belépsz a YouTube-on feltöltött videó index képes spoilerez például egy boss-t. Nagyon kell vigyázni erre, igen. Erre nagyon kell figyelni, sajnap. Na, felkészültem. Grimoire Weiss is felkészült? Hogy csináljuk meg ezt? Fegyverekbe kellene... Mit használok jelenleg? A Beast Bane-t, ugye? Beast Lordot. Beast Lordot használom. Van ebbe olyan, ami armort tör? Vagy, várjál, XP rate az rajta van. Guard break, az nem kell, armor break kell. Hát 10% armor breaking. XP helyet szeretnék kérni. Gyengítést. Nézzük, hogy hogy működik. Amúgy meg, mivel a mágikus cuccok itt most nem sebeznek, ezért a magic power-t levehetném, és pakolhatnék helyette inkább armor break 10%-ot. A Mahira helyére pedig rakhatnék mondjuk szintén Weekend. Vagy Drain HP-t esetleg. Paralizáció nem tudom mennyire hat. Jó, ez így jó lesz, oké. Nézzük vajon leszedi az armorját. Hát ez gyengének tűnik. Jó lesz, de nem sebzek. Nem, kell az extra sebzés, sajna. Elnézést, megpróbáltuk, de rosszul sült el. A Weekend sem jó rá. Maradunk az alapnál. Sőt, azt megtehetném, hogy 30 second át dupla erőt képviselünk. Eltalált, de nem számít, mert szerintem weekendelve van. Szerintem gyengült. Talán ez a mágia rajta az, ami... Eltalált, de nem számít, mert sokkal gyengébb. Ez rohadtul jó bosszok ellen, főleg ezen a nagy ellen, akinek akkora damage-e van, hogy beszart. Mondjuk azért megcsinálta, amit meg kellett. Előbb-utóbb szétverem. Jó, addig jó, csak táncikálni kell vele. Ajj, oké.
Gyönyörű, gyönyörű damage. Nagyon szép. Hát, beregethetjük, mert hirdatlan erőt képvisel. Gyerünk hátrébb. Már fél HP-n van. Eddig szuper minden. Eltalál. Jaj, de szép az utolsó támadás ereje. Abnormálisan nagyot ver rá. Azt kellene erőltetni valahogy. Nézd ez! Ez nagyon szép csánkot lehasít róla. És ezt megdupláznánk az STR-rel. Nézzük meg, hogy meg lehet-e. Nem engedi. Várjál. 30 szegből már telik azért. 1, 2 és most. Nem, nagyjából ugyanannyit csinál. Nem ettől függ, úgy tűnik. Eltalál azért itt ott. Hát itt is eltalál sajna. Nagyon szép. Gyerünk tovább, itt leszünk már. Gyönyörű, azt a mindenit, hogy szétverdi. Szétverdesi. Hát meggyilkolja. Nem bír vele. Ez igen. Vége. Asurka, Physical Defense 8%. Szimpla gépezet. Megkaptuk az egykezes kardot, a labirintus csuttogását. It's hard to imagine a shade being here. Nehéz elképzelni. Itt egy árnyat, mint hogyha várt volna ránk. Nem lehet ennyire intelligens. Can you truly say so with all confidence? Ezt a teljes meggyőződéssel tudod mondani? Az árnyak taktikái egyre komolyabbá válik. Aha, engem nem lepne meg, hogyha hamarosan mindenféle csapdákat állítanának. Azt mondta erre Kainé, hogy hát akkor verjük őket szana széjjel, mielőtt idáig eljutnánk ugyebár. Na most meg nyilván ezek is megjönnek. Írdatlan. Egyébként ezt nagyon jól kitalálták a játékban szerintem, hogy a shade-eket úgy csinálják meg, hogy ilyen armort pakolnak rájuk, meg ilyesmi. Hogy így nehezítették meg az ő megölésüket, hogy valamit ki kell találnod ellene. Mehetünk, ugye? Még egy van. Nagyon szép. Így is van. Mennyi healingen maradhatott? Mert azért az előzőben égettük szépen. Lehet, hogy elmenjünk vissza a hídra, ott összeszedjük gyorsan. Aztán elmenjünk Popolához, megkérdezzük, hogy mi a szituáció, jó? Akkor ez a Giant Shade küldetés, ez megvan. Metin 2-re Master? Aha. Hát azért attól egy kicsit jóval komolyabb ez a game. Hát a sztória olyan, hogy összecsinálod magad. Na, azt mondja, hogy a Lighthouse-hoz megvan minden, ami kell. A kargóhoz még kell valami. A hídnál a kliensnek igen, vissza kell jelezni majd. Azt nem tudjuk, hogy ki adta, vagy hol adta. Itt is megvan minden. A 10 titánium is megvan, meg a 10 törött motor. Az emlék élő is megvan hozzá. Aha, meg a 10 log is megvan, meg a 10 arany. Nem, ez nincs meg, bocsánat. Itt még csak azt írja, hogy szedjem össze, elnézést. Várjál, akkor viszont a 10 titánium az megvan. Igen, ez megvan. Hát ide meg Pink Moonflower Seed kellene. A király maszkja. Na, az mondjuk necces.
Bár ahhoz is megvan az egy darab titánium, ha úgy vesszük. Tehát 10 kellett, meg egy kellett ennek. Ez két különböző küldetés. Jó, megvagyunk egy csomó küldetéssel, egy helyről befarmolva az egészet. Mit mondtam, mit csinálok? Elmegyek a híthoz. HP-t gyűjteni, ugye? Most te kis kulák rám másztak? Rám hát, persze. Nem baj, spuri. A Magic-et lehet, hogy visszapakoljuk, mert nem kell a Beacon effekt. Inkább a nagyobb damage jöjjön ki belőle. Első kalandjaim az online világban találtam egy tök ritka kardot gyerekként. Oda jött a srác, azt mondta, hogy adjam neki oda, hadd próbálj ki, persze elront vele. LOL. No, de szar. Hát ott megtanultad egyből akkor, hogy hogy működnek a dolgok az online világban, mi? És reportáltad? Mi történt? Mi volt a folytatása a sztorinak? Sajna, itt nem tudunk már több mindent felvenni. Azt nézzük meg, a szavaknál a mágia helyére a Dark Blast-be helyezzük be a legjobb szavakat. Oké, XP-t kapunk belőle, meg Magic Power 15%. Item drop rate sem lenne szar, amúgy, de mindegy, most már így ezzel megyünk tovább. Semmi szomorú volt, hát szegény gyerek. Nagyon kellemetlenül hangzik. Abban a pillanatban, hogy kifarolt az a vadállat, nézd meg. Hey, azt tarolt mindenit. Na jó, de amúgy jól bírja legalább a damagét, tehát neki fut a falnak teljes erőből, minden rendben van vele. Na, menjünk Poporához. Ennek a fickónak kellett a sumo, nézzük. Megöltük az árnyat a hídnál. A lányom halott. Meghalt, amíg elmentetek. Tessék, itt ez a pénz. Nekem már nem lesz rá szükségem. 30 000 arany. Hát nagyon sajnálom a lányát. Miért átkoztak el minket az istenek? Szegény ember. Na, hogyha nem mentettük volna meg 5 éve a falut, akkor most egyikünk sem lenne itt, mondja. Gyógynövényt is találtam. Hopalához is el kell menni. Giant Egg. Nagyon jó. Aval úgy is hiány lesz, mentés történik. Igen, csak HC dolgokat művelünk, mit nem mondjak. És szerintem megérett a rizs, nem? Nem, jó. Az Isten se tudja megmondani, hogy mikor fog az elkészülni. Menjünk be haza? Azt hiszem, hogy itt találhatunk dolgokat most. Aha. Dolgokat, amik mindig jól jönnek. A HP, az erő. És 1200 gold, mehetünk tovább. Elmenjünk a Popponához, megnézzük, hogy mit akar. Kíváncsi leszek arra a kardra, ami most készül el. Vajon jobb lesz, mint a Beast Lord, amit használok? Meg is mindenféle bogyó. Megmondjuk Popponának, hogy szituáció van. Érdekes módon egyébként nem találtunk a Junk Heap-ben semmit, ami nekünk kellett volna a questhez. Bácsival mi van? Azt hiszem kezdem érteni. A klímaváltozás az nem az ellenfeleinknek, hogy mi? A Wu az nem az enemy. Szóval, hogy nem ők okozták a klímaváltozást, hanem ez csak egy ilyen mellékhatás volt, egy tünet. Az igazi baj akkor kezdődött, amikor valami szörnyűséges jött le az égből. Úgy tűnik, hogy ez az esemény átváltoztatta a világot só metropoliszává. Gondolom arról beszélnek, hogy a legtöbb város elsüllyedt az óceánba. Wow! Így jött el a világ vége a játékban. Szevasz, Popola. Há, visszajöttél. A kulcsról kiderítettél bármit? Sajnálom, de még több idő kell hozzá, értem. Hát jó, addig van valami küldetés, amit elvégezhetnék? Mi lenne, hogyha ezt megtennéd? Ismered a révészt, ugye? A vörös táskával. Mostában nem akar dolgozni. Megkérhetnének, hogy menj el Seafrontba és nézz rá? Persze. Oké. Okay. Hát pedig azt hittem, hogy Seafrontba a révvel fogok elmenni, de mindegy.
akkor úgy tűnik, hogy gyalog kell oda mennünk. Nem baj, mert útközben megnézhetünk mindent is, hogy itt voltak a küldetések, amiket még nem adtunk le, ugyebár. Könnyen lehet, hogy itt találunk. Ja, igen, ez ijesztően ismerősnek tűnik. Lehet, hogy megint összeveszett az a pár. Ezzel mi van? Ennek küldetése van? Ó, megszereztünk minden cuccot, amire szükséged van. Hadd nézzem. Igen, ez minden. Itt van a fizetséged. Hát ez több, mint amire számítottam. Igen, az rengeteg energia, amit beletettél, díjazom. Ne indultád. Vedd el és legyél hálás. Oké, köszönöm az aranyat. 30 ezer arany. Wow! Marha jó! Hát én nem panaszkodom, hogyha ilyen leadom a küldetéseket és 60 ezerrel leszek gazdagabb. Ki panaszkodna? Elmegyünk Seafrontba, ránézünk akkor a fő küldetésre. Ettől a nőtől nem kell venni valamit? Na, nincs nála semmi, ami nekem kellene sajnálni, de 137 ezer aranyam van. És ebből csak még több lehetne. Itt vettek valamit? Érdekes módon, itt van az a log, amire szükségem van. Hát ezt mennyit kerestem? Abban a pillanatban veszek 10 darabot, az amúgy is kell egy másik küldetése szerintem majd. Ivy. Hát jó, hogy legyen nálunk 10 darab, ebből is veszünk párat. Szebb, ebből is veszünk 9-et. Így, mindenből legyen nálam legalább 10 darab, jó? És akkor utána már rendben el leszünk. Itt van valami küldetés. Sóhajt, minden jól van? Nem. A fiam egy furcsa betegséggel. Úristen. Szenved, betegségben szenved, már egy hete. Tök mindegy, mit csinálok, úgy tűnik egyre rosszabbodik. Hát az nem jó. Van ötlet, hogy mi okozza? Nem, kiment játszani a többi gyerekkel, mint ahogy általában csinálja, és amikor visszajött, beteg volt. Egy gyermek utolsó esélye. Küldetés elfogadva. Valami történetet vele ott kint, megnézem, hogy mi. Persze, hogy megnézem. El kéne kezdeni beszélgetni a gyerekekkel? Ó, várjál, ez egy nő. Ez nem gyerek, oké. Itt van egy gyerek. Oké, ez nem az. Ez sem az. A helyi gyerekekkel kellene beszélni. Várjál csak. Nem, itt nincs semmi. Hol lehetnek a gyerekek? Várjál, nem itt bujkáltak a múltkor? Nem. Ne, kint játszanak a falu előtt, nem? Ott van egy gyerek például. Hallottam azt az ijesztő átkot, ami a világ minden erdején rajta van, és minél nagyobb az erdő, annál ijesztőbb az átok. Oké. Itt szoktak lenni gyerekek kint. Úgy tűnik most mégsem itt vannak. De azokat a gyógynövényeket felveszem, az mindig jól jön. Hány darabom van? 9? Jó, meg vagyunk nagyjából. Hol lehetnek a kölkök? Menjünk fel itt jobbra, a falra, és akkor lehet, hogy a másik oldalon a rév állna, és esetleg ott lehet. Várj, ott van lent, megvan. Néhány gyerek szeret az északi erdőben játszani. Nem kellene tudnunk, de mindenki tudja. Bárcsak oda mehetnék. Aha. Ez lehet, hogy a mítoszok erdejében lévő halálálom nevű fertőzés, amivel már találkoztam. És csak erre még soha nem mehetünk el eddig. Ez kicsoda. Miért kellett meghalnia? Mi ez a fekete firka amúgy is? És miért történik ez velünk? Miért? Talán mennünk kellene. Oké. Nem, itt még nem voltunk fent. Ez egy új helyszín. Ennek a gyereknek milyen hangja volt? Nem is figyeltem, látod? Itt esetleg van gyerek? Aha, van ám. Az erdőt teljesen elátkozta, ezért beteg.
mindenki mondta, hogy ne játszunk ott, de hát ő oda ment. Úgy tűnik, hogy valami történt a gyerekkel, amikor belépett az északi erdőbe. Szerintem, igen, az, amit jobban ismerünk úgy, mint a mítoszok erdejét. Szerinted az erdei átok? Nem fogok ítélkezni először. Először el kéne oda mennünk, és meg kéne nézni a helyet magunknak. Jó. Egy kis mag és antidóttal víd. Akkor rájöttünk, hogy mi van, el kell menni az erdőbe. De először Seafrontba kellene elmenni, hogy a révésszel beszéljünk már, hogy mi a fene van. Mert hogy ő nagyon gyorsan oda tudna minket juttatni. Egyébként meg végig kell rohanni az északi síkságon, ugye? Tehát azt nem feltétlenül szeretném most így. Amúgy is mennyi az idő? 1 óra 42 perc. Jó Isten, még mindig milyen sokan vagytok. Szép estét kívánok mindenkinek, aki közben érkezik. Remélem, hogy mindenkivel minden szuper és hogy jó napotok volt. Mióta megy a live? Már 7 óra 10 perc. Akkor azért megküldtük ezt a mai napot, nem? És remélem, hogy tetszett mindenkinek a Lost Ember című játék. A csatornánk 135. végigjátszása, amit majd holnap külön meg kell vágnom. Te, milyen elemi vagy te? Ja, a kardunknak ez már nem számít sokat, úgy látom. Jó Isten, hogy széttépi. Szétsíts ki, azt rossz. Milyen játék? Szombatonként mindig indie játékokkal játszunk. Így az egy indie játéknak számít, és nagyon szép volt a története. Állatokkal mászkáltunk, de gyakorlatilag az élet és a halál közti állapotot fedeztük fel. Egy fickónak, meg egy nőnek a jó és rossz cselekedetein keresztül kellett megítélni, hogy bejuthatnak-e végül a fényvárosába, vagy sem. Nagyon jó kis game volt. És emlékeken keresztül derítettük fel, hogy miket csináltak. Jó volt, nagyon jó volt, tetszett. És ez kb. Egy ilyen 5 órában. Mehetünk. Mert ez YouTube-on? Hát szerintem holnap este már fenn lesz. De holnap sok időt fogok tölteni a családommal, úgyhogy még nem tudom, hogy lesz idő megvágni. Remélem, hogy azért lesz idő rá. Az milyen enemy volt? Állj! Az mi volt? Ugyanaz, mint ez? Ez mi? De én ezt nem sűrűn láttam eddig, ugye? Aha, azért a nagy támadás azért veri. Csúnyán. Ez. Igen, ez meg is ölte. És ebből a kettő is van. Itt dobott el? Egy lezárt kötetet, oké. Okay. Használt kipestő, tehát ez ugyanaz a loot, mint amit régen kaptunk belőlük. A kicsik már meg se tudnak sebezni amúgy. Hoppá, az az csúnyán becsúszott, igen. Oké, na még egyet ebből. Nagyon szép, megvagyunk. Magic Power 20%? Hát megértem megállni és szétverni őket. Nagyon is megérte. Ez király. Azt fel is kéne applikálni, nem? A varázslatainkra 20% extra, eddig 15 volt a legnagyobb. Hogy bírjátok még ébren, srácok? Nem vagytok még álmosak 1 óra 45-kor? Seafrontban meg kell találnunk a vörös táskás fickót, de el kell mennünk a izéhez is. Ó, ezek itt fognak veszekedni megint? Egyáltalán honnan jött ez a hajó? Ja, jó kérdés. Ide el kell jönnöm, majd a hajót is át kell vizsgálnunk tizetesen valószínűleg. Lehet, hogy valami belül sokkal nagyobb ez a hajó, mint kívül? Ki tudja. De ide egy fickónak le kell adni minden cuccot, amit összeszedtünk, hogy a világító torony működhessen, akkor is, hogyha valami elromolna benne. Megszereztem az utcaidat, itt a fizetséged. 30 000 arany! Az öregasszony már nincs köztünk, de attól még a világító toronynak működnie kell. Na! Ez szép volt, oké. Okay. Hihetetlen, hogy egyszer lementünk a junkie-be és mindent sikerült összefarmolni, nem? Le lehet menni? Ja, nem engedi, oké. Okay.
Nézzük már meg ezt a hajót egy picit jobban. Meg arra is kíváncsi vagyok, hogy honnan tudnék cápákat kivadászni a tengerből. Most itt megállnék egyet horgászni, akkor mit szednék ki belőle? Lehet, hogy nagyobb skill kell hozzá. Nézzük. Nem, ez valami szar. Hát ez a sámán hal lesz szerintem, ugye? Szardínia. Nem tudjuk, hogy hogyan lehetne cápát kifogni egyelőre még. És úgy tűnik, hogy itt fel sem lehet mászni, pedig ez nagyon olyan helynek tűnik, ahol pont fel lehetne ugrálni a hajó fedélzetére. Itt nem mehetünk be a vízbe. Szia, Artik! Hát te itt voltál még ilyen későn. Jó éjszakát neked! Ilyen jól! Menjünk, nézzük meg a vörös táskás csávót, hogy mégis mi a szituáció. A királynak megvan amúgy minden, a faszád királyának, mert neki kellene ugye az a maszk. De nem is szápát kell kifognom, hanem szivárvány pisztrángolt. A kargó a szétszórodott a világban, a Waterville-hez mi kell? Megvan minden. A shopping districtben. Igen. Faszádból kell elhozni a furcsa dolog shopból a cuccokat, és akkor neki szereztük meg a dolgokat. Ez a Moonflower Seed-ek. Itt kell egy kristály, amit nem tudunk, hogy hol szerezhetnénk meg. Az erdőbe kell bemenni. Ezt még nem tudjuk, de ez a menorban lesz. Jó, megvannak a küldetések nagyjából. Néztem a játszás közben, én is játszottam, meg is untam, amit toltam, meg el is álmosodtam. Jól van, jó pihenés neked, jó pihenés. Szia. You know a place called the Lost Shrine? Ismered azt a helyet, az elveszett szentét? Ja, ismerem. Engem, én egy botanikus vagyok. Azt jelenti, hogy tanulmányozom a növényeket. Ez biztos már nem fogod megérteni, de csak figyelj rám, rendben? Egy nagyon ritka fa van ezen a szentélyen, vagy szentélyben, középen ugye azt láttuk is. Aha, és a gyökeréből egy darabot kellene nekem elhozni. Mit gondolsz? Ez csak egy kicsi darab gyökér, elfogadod el? Csak ne hívj havernak, öreg, jó? A vörös táskás nő. Jó Isten, vége van. Az életemnek vége van. Miért? Mi a baj? Én emlékszem rád. Ti voltatok azok, akik segítettek nekünk annak idején. Jobb lenne, hogyha megkérdeznénk, mi a baj? Összevesztünk a férjemmel és elfutott otthonról. Már elhagyta az otthonát, oké. Aha. De hát annak az idiótának a hibája az egész. Egy csomó almát raktam félre, aztán megevett belőlük 10. Hú, ez szép munka azért. Hát talán egy kicsit elvesztettem az önuralmam, de nem tudom elhinni, hogy csak úgy felállt és elment. Már egy hete nincs itthon is. Jó van, segítek megkeresni. Tényleg? Köszönöm. Nem hiszem el, hogy még nem tett haza. Hát jó, akkor... Ja, lehet, hogy a krimóban kellene elkezdeni kérdezősködni, hátha. Nézzük meg mindenkit, hát ha valaki akar adni küldetést. A krimóban úgy is találunk, ha nem akarunk, akkor is valószínűleg. Meg azt kéne megnézni, hogy a szivárvány pisztráng az honnan jön. Szia! A fickót keresem a vörös táskával, láttad erre felé? Tényleg? Már megint összevesztek? Igen, a csávó egyszer csak felállt és azóta nem látta senki. Gondolom, hogy nem meglepetés. Hát nem igazán. Legendás összeveszéseik vannak, azt mondja. Azzal gondolkoztunk, hogy jegyeket áruljunk rá, mint egy turista attrakció. Na mindegy, szerintem a faluból van azzal a könyvtárral. Talán hazament, nem? Azt hiszem, hogy ott a bátyja egy őr, vagy valami ilyesmi. Kösz a tippért. Innen már megoldom. Jó. Elég csini vagy. Nem akarsz egy magányos nőnek venni egy italt? Ja, király vagyok, semmi gond. Ő még mindig fel akar minket szedni, de az durva, hogy amikor gyerekek voltunk, már akkor is megpróbálkozott vele. Ja, úgy tűnik, hogy valami attrakció az a helyieknek. Engem nem lep meg, az biztos. Hát jó, ezt még felvesszük. Vagy ezt a mentést még megcsinálom.
Itt már ugye senki nem akar tőlem semmit. Hú, hát rendesen belecsaptunk megint a küldetésekbe, és csomó-csomó mindent megcsináltunk azzal, hogy a Junkie-et C-jel farmoltam. Várjál, ez a fickó megint akar valamit. Úgy tűnik, hogy most jobban érzed magad. Hát nem adhatom fel az álmomat ilyen könnyen. Szörnyű dolog a tengeri betegség, de van azért néhány trükköm ellene. Tényleg? Például micsoda? Hát először is, valamilyen növényi gyógyszeren dolgozom. Hát eléggé benne vagyok a munkában, nem vagyok még benne biztos, hogy mi kell hozzá, milyen hozzávalók kellenek, értem. Hát gondolom nem bánnád, hogyha néhány ilyen növényt kérnék hozzá. A furcsa dolog boltból, faszádból hozhatnál egy pár dolgot. Oké. Mandrake leaf. Köszi szépen. Jó, megnézzük, hogy mi az. Mandrake leaf. Hát az vagy mandra gúra, vagy embersárkány levél. Ez a kettő tippem van. Az van, hogy viszont csak gyalog tudok visszamenni. Én azt mondanám, hogy folytassuk a mókát és a kacagást innen holnap. Mit szóltok, srácok? Én elfáradtam. 1 óra 52 van, és 7 óra 21 perce megy a live. Úgy érzem, hogy ez a közel 8 órás műszak, ez most már így kezd lefárasztani mind a torkomat, mind pedig úgy szellemileg. Úgyhogy folytassuk innen a játékot legközelebb. Nagyon király módban szétfarmoltuk a zsetont véletlen, tehát ilyen küldetések teljesítésével. A fegyverünket azt olyan szintekre juttattuk el, hogy beszarás. Annyit még meg kell majd tennem, hogy a mágiát átalakítjuk, ugye. Magic Power 20%-kal, sőt, ezt mindenre felrakjuk. Bocsánat, és most mentünk egyet megint. Hogy ezt ne felejtsük el legközelebb, hogy akkor ennek már így kell lennie. Jó! És innen fogjuk folytatni ezt a játékot hétfőn este, amikor is elmegyünk a mítoszok erdejébe, és megpróbáljuk kitalálni, hogy mégis mi folyik ott. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a ma estét. Remélem tetszettek nektek a játékok, nekem mind a kettő marhára bejött. Megnézem még, hogy kihez lehetne átrédelni. Köszönöm szépen a sok támogatást, köszönöm szépen a raidet Kontinak. Nagyon király arcok voltatok, remélem, hogy tetszett mindenkinek minden. Nézzük ki az, aki még ilyenkor hajnali kettő környékén is csinálja, amit csinálni kell. Hát az általam követettek közül sajna senki. Ez milyen szomorú. Mordor 0919. Köszönöm szépen a követést, üdv nálunk a vészkórusban, ne felejtsd el a jelmondatunkat, hogyha nagy szarba kerülnél, csak énekelj hangosan. Szia Zoli, jó éjszakát! Holnap Resi meg igen, a Horizon Zero Dawn kerülnek majd terítékre. Hova menjünk át?